Hírek. Repülünk fel az égbe, a magnóban, a highway to hell. Csak passzolj a körbe, mert azt mondják, hogy a mennyben nincs már hely. A legmeghatározóbb emlék a fesztivál szezonból az talán Esztergomhoz köthető. Mindig nagyon szeretünk ott játszani, de idén elvileg ilyen 12.000 plusz ember jött össze, és le kellett zárni a várost, és kiterelték a rendőröket, hogy forgalmat irányítsanak. Köröngyös út, sötét éjjelén, borszem vagyok, aki majd révbe él. Próbáljuk igazából túlélni, amellett, hogy persze nyilván élvezzük, hogy heti 4-5 alkalommal koncertezünk, de hát ez az első igazán ilyen erős szezonunk, és még tapasztaljuk azt, hogy hogy kell ezt így igazán megélni. Hát a Fedezékbe című dalunk az igazából azért nagyon extra számunkra, mert már márciusban kész kellett, hogy legyen tulajdonképpen szinte teljesen ahhoz, hogy ki tudjon jönni május végén, vagy június elején. Ugyanis 3 hónapon keresztül animálták a klippet, és hát szerintünk nagyon jó pofa lett, tök vicces dolgok vannak benne. Ez az utolsó előtti single a lemezről, ezen kívül már csak a nélkület fog érkezni. Angyalom rég bánja a melód, de velem van innenke, hogy a szerencse rám kacsincson, csak korsózgatunk, mint ez a Washington. A következő parkos bulinkra nagyon készülünk, meg szeretnénk újítani a műsorunkkal. Addigra a legújabb videóklipünk is ki fog jönni, amit a Gergő említett, Csak nélküled érem túl. És hát erre készülünk, most már a koncertek mellett be fognak jönni majd a próbák is, és nagyon várjuk. Ha én tele lennék, jagadig a digadaj, a hónap végére sem ér enyakig a baj. Nem érdekel, hogy nem leszek mindig fiatal, mert én vagyok az, aki mindig mindent is akar. Nagyon szeretnénk, azt hiszem mindhárunk nevében és a zenekar nevében is mondhatom, összehozni egy másik lemezt 2020-ban. És nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog. És hát igen, ahhoz, hogy ezt valóra váltsuk, ahhoz el kell dolgozni, kezdeni hozzá időben. Úgyhogy igen, elképzelhető, hogy ezt a szezont lenyomjuk, és utána hát lassan majd ráfordulunk ezekre a munkálatokra. Másnapra elfolyik mind a kézből, nem marad semmim szám szerint. Nincs nálam soha vész tartalék, gondolhatnék a jövőmre rég. Nagyon várom az őszi kis leállásunkat, lesz egy szünetünk, és majd ott szeretnék egy kicsit pihenni amúgy. Tehát ez a része is fontos szerintem, hogy azért ahhoz, hogy dalok szülessenek, ahhoz kellenek új impulzusok, egy kicsit leereszteni és úgy feltöltődni új energiákkal, és én igazából ezt várom majd az új lemez munkálatai előtt.